De akkor üdv mindenkinek itt a változás ideje Zoom-on, és elnézést kérünk a késedelemért. Úgy tűnik, hogy ez a vonal az még mindig foglalt, ahol eredetileg lett volna ez a kis Zoom, úgyhogy gondoltuk, hogy önállósodunk, és Gyuszi csinált egy másik linket. Szóval üdv mindenkinek, ez egy nagyon, igazából nincsenek ezen a Zoom-on szabályok, nincsenek formák, struktúrák, ez egy teljesen kötetlen beszélgetés lehet, vagy bármi lehet, amit szeretnétek. Először is szeretnék bemutatkozni, én Takács Linda vagyok, és itt van még velünk Kovács Angéla, a minősített facilitátor Veronika Békési Veronika. Angolul olvasom. Minősített facilitátor, itt van Dianes Maja és Palacskó András, egy videó, úgy látom, ők is minősített facilitátorok, valamint Habarin Gyula. És hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, vagy szeretne bármihez hozzászólni, akkor tényleg csak annyi, hogy feloldjátok a némítást ott a bal alsó sarokba, és nyugodtan szóljatok hozzá bármihez. Mint ahogy említettem, az első mondatokban nincsen semmiféle forma vagy szabály ezen a híváson, úgyhogy alakíthatjuk úgy ezt az egészet, ahogy szeretnétek. Láttuk, hogy többen tettetek föl kérdéseket, például a választásról, vagy hogyan lehet egyáltalán könnyű ez a választás, mert jól emlékszem, valami olyasmi címet adtunk neki, hogy választanál-e akkor is, hogyha ez könnyű. És igazából csak annyit szeretnék így, mielőtt bárki megmond bármit, vagy csak annyit szeretnék kérdezni, hogyha lenne bármi, amit kaphatnátok ettől a beszélgetésből, vagy ebből a Zoom-ból, akkor mi lenne az, és be is írhatjátok, vagy ha energetikailag feljön valami, akkor szóval minden, ami nem engedi, vagy ezt megkapjuk, és még ettől is többet, azt potpok. Igazából az egyetlen dolgot döntöttem el, mielőtt elkezdtem beszélni, nem fogok potpokolni, és tök jó, hogy ezzel kezdtem. Szóval... Ez milyen egy változás volt. Ez bennem, igen, ez a változás, és tényleg és a változás, volt. És elég könnyed volt kimondani valóban. Szóval így a változással és a könnyedséggel kapcsolatban még egy utolsó kérdést tennék fel, hogy nagyon sokan kérdeztetek attól, hogy arról, hogy lehet ez könnyed, és hogy valójában mennyi energiát használunk arra, hogy lelassítsuk a változásokat, és ellenálljunk a változásoknak, amiket meghozhatunk az életünkben. És csak arra invitálok itt most mindenkit, hogy engedjük le a korlátainkat, dobjuk el az agyunkat, vagy bármi, és hogyha van kedvetek, akkor így beszélgessünk, és játszunk egy kicsit egy órán át. És nagyjából ennyi volt a bevezető. Na, jött is egy kérdés egyébként, rögtön azt látjátok. Tessék. Hallotok? Én hallok. Jó. Mi a különbség a kérdések és a szabadság fok feloldása között? Én azt hiszem, ez kb. Ugyanaz. Van-e valakinek ehhez? De mit jelent ez pontosan, hogy a szabadság fok feloldása? Vagy András, te neked erről van valamilyen információt? Csak gyanús, hogy ez valami szientológiai szakkifejezés, mert akkor nem ismerjük, mert a hiedelmek ellentétben a kettőnek nincs sok köze egymáshoz. Becsatlakoztam, nem tudom, hogy hallottad, Omer. Hallod? Igen, hallunk. Én úgy érzem, hogy érted, megengedsz magadnak valami szabadságfokot. Ez valamilyen szintű, és amikor így oldod fel, így egyre nagyobb szabadságod van a világban, és hogyha ezt így kiterjeszted, hogy minden szabadságod megvan, az nekem nagyon kb. Ugyanaz, mint a kérdések. Hát gyakorlatilag valamilyen szinten azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem is hasonló lehet ez a kettő, mert gyakorlatilag valahányszor kérdésben mész, akkor túlmész azokon a definíciókon, amiket eldöntöttél egy adott dologról. Tehát hogyha mondjuk azt hiszed, hogy van egy valamilyen problémád, és felteszel egy olyan kérdést mondjuk, hogy na milyen lehetőséget nyitott ez ki számomra, amit eddig nem ismertem el, akkor szabadabban tudsz választani teljesen mást, és nem muszáj elindulnod abba a nyúlüregbe, ahol csak mész abba, hogy ez egy probléma, és ez azért probléma, mert ez ezt hozza nekem létre. Tehát hány helyen definiáltad a lehetőségeidet problémaként, ami nem engedi meg azt, hogy teljes szabadságod legyen a választásaidban? És mindent,
Hogy nem tudom, hogy most pontosan erre gondoltál volna esetleg. Valamilyen szinten igen. Nem tudom, azt érzem, amikor megengedem magamnak, hogy történjenek a dolgok, és nem kérdésekkel foglalkozom, nem kérdésekkel csinálom ezt meg, hanem csak megengedem, hogy történjenek, akkor azt szerintem hasonló, mint egyébként az Excel-ben a kérdések. Amikor kérdezel, és valami történik, csak én nem kérdezek, hanem csak engedem, hogy történjen. Ez lehetséges, hogy mondjuk hasonló energia egyébként önmagában, mert amikor a kérdésnek mondjuk az lenne az egyik célja, hogy túlvigyen a definíciókon és a következtetéseken. Aha. Tehát valójában, hogyha egy ilyen megengedés állapotában vagy, hogy engeded, hogy történjenek a dolgok, és akár megmutatkozzanak benne a lehetőségek is, akkor az gyakorlatilag teljesen ugyanaz, mint a kérdésnek az energiája, hogy megengedem azt, hogy itt ebből mi az, ami lehetséges. Tehát lehet, hogy szavakkal a fejedben nem rakod össze kérdésként, de lehetséges, hogy tényleg valójában energetikailag kérdésben vagy, és kíváncsi vagy arra, hogy mi lesz ebből? Hát akkor jönnek a legfaszább dolgok. Igen, azt gondoltam még ehhez hozzátenni, hogy ugye az első lépés ahhoz a szabadság felé, amit az Access használ, hogy kérdezzél, és ezzel nyitogatja az ajtókat, tehát és nyitogatjuk magunknak az ajtókat és a lehetőségeket. De igazából a cél az, hogy a kérdésként létezzünk, tehát igazából azt is mondhatnánk, hogy egy folyamatos kíváncsiságként létezzünk. Tehát ezt lehet többféleképpen kifejezni, nem kell pontosan ragaszkodni a kérdéshez, csak az Access-nek ez az egyik eszköze, amit a mindennapokban nagyon-nagyon jól lehet használni arra, hogy így a definícióktól, így a behatároltságtól megszabaduljunk. Úgyhogy igen, tehát nem kell kérdésnek nevezni, és igazából, hogyha az ember már azzá válik, akkor nem tesz föl kérdéseket, tehát hogy ez csak az első lépés, ez egy ilyen rávezető gyakorlat kvázi ahhoz, hogy majd abba legyünk ebbe a folyamatos kíváncsiságba, hogy na, és most, és jaj, de jó, tehát, hogy, és akkor így kimondatlanul vagyunk az az energia, amit az Access így a kérdések által próbál bevezetni az emberek életébe. Oké, köszi. Nem csak nekem ezek a kérdések, ezek így nem jönnek, mert nekem annyira nem... Én nem vagyok kompatibilis. Oké, nem használod. Az a csúcs az egészben, hogy bármilyen eszköz, amit az Access földob, az csak egy eszköz, és annyira használod, amennyire neked bejön. Hogyha nem jön be, akkor nem használod. Ez az egyik, a másik... Ami így, érted, mondtam, hogy elmegyek egy szigetre, találkozom ismerőssel, visszajöttem, mondom, bemegyek egy helyre, veszek egy sört, onnan elhozom, elméletek nem tudtam volna elhozni, elhoztam. És akkor csupa ilyen dolgot így végig csináltam, csak azért, mert nem volt elvárásom, csak úgy mentem ezekkel a dolgokkal. Igen. Igen, és egy csomó helyen van, hogy azt csináljuk, hogy egyébként kérdésként létezünk, ahogy Maja is mondta, és aztán amikor elkezdünk kérdezni, hogy használjuk az eszközöket, akkor sokkal lassabbá tesszük ezt az egész folyamatot. Szóval hány olyan pillanat van, és hány helyen vagy már is a kérdés, amit nem ismertél el, és azzal, hogy próbálod használni a kérdéseket, azzal inkább csak lelassítod ezt az egészet, és csak így bekavarsz az egészbe. Tehát mi van, ha egy csomó helyzetben te magad kérdésként léteztél eddig is? Ja. Mostanában észrevettem, hogy kezdek totál feledékeny lökött lenni, és amikor, van olyan, amikor hozzáteszem, tiszálok belőle, aztán elkezdtem kérdezni, mi a jó ebben. És volt olyan, hogy mit én olvastam nemrég egy utazásunk előtt egy könyvbe valamit, hogy ó, én ezt szeretném látni, és kis esély van, hogy lássam, és csak az, hogy mi kéne ahhoz, hogy lássam, egy pillanatra fölbukkant, és elfelejtettem, hogy ezt kérdeztem, és egyszer csak ott találtam magam, és láttam azt a dolgot, amit szerettem volna látni, és utána figyeltem föl arra, hogy rendszeresen van, hogy így egy pillanat töredékére fölmerülnek kérdések,
bennem. Múltkor Párizsból repültünk haza, és más helyre szólt a repülőjegyünk, és pillanatra fölmerült, hogy ó, mi kéne, hogy együtt tudjunk ülni, egy helyen tudjunk ülni, és utána elfelejtettem. És mire oda került a sor, hogy aktualizálódott a dolog, akkor ott volt mellettem az üres hely. És az, hogy nem az volt, hogy folyamatosan kérdezgettem mániákusan, és próbáltam vele kikényszeríteni a dolgot, hogy sokan használják a kérdezést, hanem bedobtam a kérdést, aztán hagytam a francba, elfeledkeztem róla, és csak mentem a dolgaimmal, és egyszer csak ott volt az, amit szerettem volna. Igen, és ez, amit egyébként szoktam fölhozni egyébként sokszor, hogy kérd. Uh-huh. Igen, tehát hogy igazából ez úgy is működik, mint egy ilyen rendelés, egy ilyen kívánság. Csak ugye nem egy görcsös dolog, hanem így tehát a kérdést is beledobjuk, vagy a kívánságot, amit szeretnénk, és utána ha nem vagyunk rá görcsölve, nem is gondolunk rá. Tehát, hogy én még az Access előtt is így rendeltem az összes párkapcsolatomat. hogy szeretnék valakit, aki, és akkor volt három dolog, ami nagyon, igazából nagyon tetszett barátaim párkapcsolatába. És azt mondtam, hogy na igen, én is azt szeretném, hogy majd a párommal így működjünk, és ez is nagyon tetszik, ez is milyen poén lenne, hogyha így működnénk, és akkor volt még egy dolog. És igazából nem foglalkoztam vele annyira, hogy a nagymamám már így segbe rúgott, hogy te nem kéne elmenni társaságba, hogy így legyen egy pár kapcsolatod? Mondom, nem. Én oda megyek, ami engem érdekel, és ott fogunk találkozni olyan helyen, ami engem érdekel. Tehát, hogy olyan helyen úgyse fog. Tehát, hogy azt mondtam, hogy nem fogok elmenni egy olyan programra, ami hótunalmas számomra, mert tudom, hogy úgyis olyan helyen fogok találkozni azzal, aki nekem jó lesz, ami engem is érdekel. És ahova így von, tehát, hogy így vonz valami, hogy jaj, oda el kell menni. Úgyhogy, és... De egyébként tök jó, hogy feljött ez a kérés is, mert az is érdekes dolog egyébként, hogy az angolban ugyanaz a szó a kettő. Mm. És egyébként tökre ugyanaz az energia, tehát az, amikor kérsz, meg amikor kérdezel, az ugyanazzal a nyitottsággal működik csak. És amikor tényleg falak nélkül vagy, és amikor nem következtetsz, és nem mégy bele, és nem agyalsz, és ez nagyon-nagyon hasonló dolog a kettő, kérni és kérdezni. És nagyon érdekes, hogy a magyarban is a két szónak az eleje, az ugyanúgy. Igen, a töve ugyanaz, igen, így van. Ugye? Mm. Úgyhogy ez is egy izgalmas dolog. Ja. Én még azt vettem észre, és tényleg tök jó, hogy feljöttek ezek a kérdések, hogy néha csak megyek, és ugyanúgy, ahogy Gábor mondta, meg András, hogy mennek a dolgok, tudnak a lehetőségek, de valahogy azt vettem észre, hogy bármikor, amikor így megállítom magam, maga azt az energiát, azt a kíváncsiságot, azt a játékosságot, amiben vagyok, azt, ha kell, le tudnám fordítani kérdéssé. Éppen... Aha. Most nem kérdéssel mentem, aha, de amikor így megállítom, és mondom, ez lehetne ez a kérdés is, vagy ez lehetett volna ez a kérdés is, vagy már szembe jön egy információ, például volt olyan, hogy szólt egy ruha, hogy vegyél meg, hogy hozok neked pénzt, és kérdeztem én ezt? És valószínűleg az energiámmal igen, vagy maga a létezésemmel igen, és ezek szerintem is nagyon viccesek, ha nem kérdezgetünk, hanem mi vagyunk a kérdés, ez a könnyedség. Jó, mi vegyél meg, ki kérdezte? Ez az enyém. Tök jó. Igen, és egyébként a mai címünk az is többek között, hogy hajlandó vagy-e akkor is a változásra, hogyha ez könnyű is lehet, és ez is az a fajta könnyedség gyakorlatilag, hogy nekem is van ilyen, hogyha megyek mondjuk akár mondjuk egy plázában, ahol hogy valami bolt rám kiált, hogy ide gyere be, és oda bemegyek, és fél perc alatt megvan az, hogy mit szerettem volna, és szemben azzal, amikor úgy indulok egyébként el mondjuk vásárolni, hogy na most vennem kell egy új cipőt. Mert hogyha vennem kell egy új cipőt, akkor azzal el tudok tölteni két egész napot úgy, hogy nem fogok találni semmit. Bocsánat, közben lenémítok valakit, mert valaki nagyon bele zúg.
ellenben azzal, amikor csak úgy megyek, és nem kérdeztem, de egyszerűen jön ez az energia. Tehát, hogy ez a fajta könnyedség, hogy tudod-e követni azt, ami neked könnyű, és neked igaz valójában. És hány helyen volt olyan egyébként, hogy tudtál valamit, hogy az lenne a könnyebb út neked, az az, ami oda vezet, amit te kértél, és mégis a másikat választottad. És mi van akkor, hogyha ezt sem arra használod mostantól, hogy ezzel rosszá tedd magad, hanem inkább megnézed azt, hogy mennyire éber voltál. Tehát, hogy mi van akkor, hogy tényleg valójában ezek csak mind-mind eszközök. Az összes kérdés, amiről beszélünk az Access-ben, ez csak eszköz ahhoz, hogy könnyedebben bele tudjál menni a természetes működésedbe. És hogyha természetesen előjön a természetes működésed, akkor hogy lehet még ettől is jobb, és hogy lehetél ilyen szerencsés? Ha bárkinek van bármilyen kérdése egyébként, akkor bátran írjátok be ide a chatbe is. Hozzá is lehet szólni? Igen. Igen. Sziasztok. Bocsi, hogy késve. Igen, én úgy hívnám ezt, hogy ugye ez a gyermeki kíváncsiság, meg nyitottság, és mondjuk mi kéne ahhoz, hogy olyan hozzájárulást kapjanak a gyerekek egy családba, hogy ő belőlük eleve nem újjon el ez a kíváncsiság, mert nekik ez teljesen magától értetődően természetes. Vannak most már felnőttek is, akiknek ez újra megy, de mi lenne akkor, mi az a változás a világban, hogyha mondjuk eleve úgy állnának hozzá a felnőttek magukhoz, az önismeretükhöz, a saját életükhöz, hogy hajlandók újra ezt csinálni, és nem rosszá tenni a gyerekeket, amikor ők megcsinálják ezt teljesen természetes módon, hanem mondjuk ők esetleg már megmaradhatnának ebben. De tényleg látom azt, hogy most a két majdnem felnőtt fiam ugyan nem látszott előre, hogy lesz eredménye, de valójában maga a boldogság az, ahogy látja az ember, hogy ő már magától működteti ezt az önmagam vagyok dolgot, és tényleg azt gondolom, hogy a gyerekek ezt először csinálják maguktól, amíg le nem másolják a felnőtteknek a hülyeségeit, meg az önkorlátozásait. Igen, és egyébként mi van akkor, hogyha az se probléma, és az se baj, hogyha ezt lemásolják, és aztán majd választanak valami mást. Tehát, hogy így ez a világ, ez nem egy ideális világ. Tehát, hogyha nem a szüleitől fogja megkapni a korlátozó nézőpontokat, akkor megkapja az óvónénitől, vagy megkapja a szomszédtól, vagy megkapja nem tudom kitől. És tök jó, hogy itt vannak ezek az Access-nek az eszközei, mert a körülöttünk lévő gyerekeket meg tudjuk erősíteni abban, hogy önmaguk legyenek, és mi, akik ismerjük már ezeket az eszközöket így, és tudom, hogy nagyon sokan, tudom, hogy te is sokat foglalkozol gyerekekkel, meg vannak mások is, akiknek a BARS tanfolyamain viszonylag sok gyerek fordul meg, és tök jó, és ez fog terjedni. És az is egy szerintem az is egy kaland igazából, hogy beveszik, és aztán meg rájönnek, hogy ja, hogy lehet ezt másképp is. Tehát, hogy az is szerintem az élet és a kaland része, és mi van akkor, hogyha nincs ezzel semmi baj, hanem egy választás. És amikor hírik a gyerekek, mert a gyerekek ilyen fantasztikus teremtők tudnak lenni. Így az egyik barátnőm kisfia olyan cuccokat teremtett meg magának, mondta, hogy fi, én ezt nem veszem meg neked, de hogyha szeretnél ilyet, akkor így kérjed, és majd valahogy megjelenik. És így megkapta ajándékba a szomszédtól azt, amit az édesanyja nem volt hajlandó megvenni neki, mert azt mondta, hogy ez most így nem az ő dolga. És akkor így, tehát hogy ezek elfog, tehát megtalálják a gyerekek az utat, és ha megjelenik a világukban a bármiféle igény és kérés, akkor megjelenik az Access is, vagy bármi más eszköztár a világukban, vagy valaki, aki inspirálja őket erre. És egyébként
szerintem önmagadat is lehet inspirálni, tehát van olyan, akinek bizonyos életterületeken tök jól működik a kérdés. Tehát vannak olyan, aki mondjuk, akinek van egy jól menő vállalkozása, az egész biztosan tud kérdésben lenni, vagy akár ha több van neki. Igen. És hogyha te ilyen vagy, hogy vannak dolgok, amiket nagyon könnyen változtatsz, mondjuk van, aki a testén nagyon könnyen tud változtatni, van, aki azon kevésbé, akkor nézd meg, hogy neked melyik az a terület, ott mi az, amit elismerhetsz azzal kapcsolatban, hogy mit tudsz te a kérdésről egyébként, arról, hogy az az életterület, ami kevésbé változik, azért feltételezhető, hogy ott elég sok fix nézőpont van, vagy több, mint a többin. És mi az, amit saját magadat hogyan tudnád inspirálni, hogy az egyéb területekkel, ahol egyébként jobban megy a kérdezés. Most az Everness Fesztiválon volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol négy eléggé markánsan eltérő nézőpontot szólaltattunk meg, és ott volt az egyik beszélgető partneremnek egy olyan nézőpontja, hogy próbálj meg változtatni, mielőtt jön a nagyságberúgás az élettől. Mert pedig az mindenképp jönni fog, mert változni muszáj. És akkor így annyiszor kihangsúlyozta, hogy már a feszültség óriási volt a nézőtére, hogy mi a francért kell nekem ehhez szenvedni. És belegondolva, valahol van egy olyan nézőpontunk, hogy ahhoz, hogy vége legyen valaminek, az egy rossz dolog. Valamiért van ez a nézőpont, hogy a halállal, egy kapcsolat végével, egy munka végével, munkahely váltásra. Tehát mindig az van, hogy el kell, hogy romoljon, különben nem változtatjuk meg. Na most itt ugye a könnyedségéről beszélünk a változásnak. Mi van, hogyha a változás tök természetes? Mi van, hogyha nem kell elcsesznem? Nem kell rosszá tennem és szenvednem ahhoz, hogy valami változzon. És egy kisgyereknek többek között ez van meg még általában a világában, hogy most ideig játszottam ezzel, és nem kell, hogy megutáljam ezt a játékot ahhoz, hogy utána egy másik dologgal játszak. És mi van akkor, hogyha rossz etétel és ilyen küzdelem nélkül természetes módon vennénk. Azt mondja, jó, most változunk, mert úgy buli. Ja, mert ha belegondoltok, azért ennek a valóságnak milyen értékei vannak, mint a következetesség, a megbízhatóság, ezek mennyire alapulnak azon, hogy nem változol, ugye? Mert akkor vagy megbízható, hogyha ugyanolyan vagy, egy másik ember így ismer rád, hogyha ugyanolyan vagy, hogy az vagy neki, ami már évek óta. Úgyhogy, ja, ezek is ilyen érdekes nézőpontok. Van közben egy kérdésünk. Több is. Igen. Meg amit András mondott, még csak ahhoz tenném hozzá, hogy sokan arról beszélnek, hogy kell a katasztrófa ahhoz, hogy elkezdjünk változni, de van a másik oldal, amikor nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy jaj, de most nagyon jó, akkor várjuk, hogy valami nagyon rossz fog történni, mert hogy ehhez szoktunk hozzá, meg mindenki erről beszél, hogy használd ki ezt a 3 napot, mert utána vagy jön a tragédia, vagy hogyha valakivel történik valami, mondjuk 2 emberrel, akkor várjál, mert 3 a magyar igazság. És ilyenkor egyébként sokszor belemegyek én is ezekbe, hogy jaj, most akkor biztos rossz lesz, mert most nagyon jó, de hogy ilyenkor pont eljöhet az idő arra, hogy emlékeztetjük magunkat ezekre a nagyon-nagyon egyszerű eszközökre, amiket az Access is használ például, hogy lehet még ettől is jobb. Vagy a vadonatúj eszköz, amit még biztosan soha senkit nem hallott, ez a kihez tartozik. Ezeket tök jól lehet ilyenkor alkalmazni. Bocsánat, folytass tovább, Bere, csak ez még hirtelen eszembe jutott pont a másik oldalon. Nem, köszi, hogy ezt mondtad, mert ezek tényleg, ennél már nem lehet jó, meg innen már csak a rossz jöhet, meg mindenféle ezek is ilyenek. Szóval az a kérdés, hogy nálatok melyik az Access eszköz, ami az elmúlt 3 hónapban a legtöbb változást hozta, és mivel játszottatok mostanában? Én tudom mondani. Egyébként... Beírtam. Te beírtad? Ez tartozik, ja. És ami jó nekem ebbe. Aha, Eszternek ez a 2. Egyébként a kihez tartozik az, tehát amikor nekem, ha visszagondolok az elmúlt 6 évben, amikor átütő változások voltak, tehát olyan, ami így húha, az majdnem mindig a kihez tartozikhoz köthető. Tehát ha őszinte akarok lenni, akkor ez az, ami...
Tehát az a, amikor tényleg rájössz, hogy ja, az átütő, amikor rájössz, hogy nem a tiéd, pedig annyira, annyira szeretnéd azt írni, hogy igen, ez, ez biztos, hogy nekem igen. Nekem volt egy, amit az elmúlt hetekben nagyon sokszor használtam, ez pedig az, hogy ha nem lenne fix nézőpontom erről a dologról, akkor hogy jelenhetne meg? Ezt én nagyon sokszor kérdeztem. Tehát, hogyha ha nem lenne fix nézőpontom mondjuk a pénzügyi helyzetemről, akkor mennyi pénzem lehetne, vagy mennyit választhatnék? Ha nem lenne fix nézőpontom a testemről, akkor milyen lehetne a testem, amilyen most nem? Én ezzel nagyon sokat játszottam, és ez nekem egy nagyon kedves játékom, mert jól elszórakozok vele. A kedvencem az elmúlt hónapokban ez az érdekes nézőpont az, ami vissza-vissza jön folyamatosan. Mert ez egy olyan eszköz, amit viszonylag vannak sokan, akik mondjuk már a Barstam folyamokon említeni szoktak, az alapozón ugye a 10 kulcs egyiken, és nagyon sokan félre szokták ezt értelmezni, és szerintem én is néha belecsúsztam abba, hogy az érdekes nézőpont van egy ilyen nézőpontom, vagy érdekes nézőpont van egy ilyen nézőpontod, az azt jelenti, hogy ez egy szar nézőpont, már bocsánat a jelhasználatért, és akkor ezt most hagyjuk is a fenébe. Az én nézőpontom sokkal jobb a tiédnél, a tiéd az csak egy érdekes nézőpont. De valójában, hogyha így belenézel abba, hogy mi ez a szó, hogy érdekes nézőpont, az azt jelenteni, hogy ez egy érdekes nézőpont. Tehát, hogy mi benne az, ami neked érdekes? Mi az, ami benne hasznos információ? Ugye nagyon sokszor, hogyha mondjuk van valamilyen fizikai tünet a testedben, akkor el lehet menni különböző orvosokhoz, vannak hagyományos orvosok, vannak természetgyógyászok, vannak ilyen gyógyászok, olyan gyógyászok, és nagyon sokban az a közös, hogy egy-egy fix nézőpontot találnak neked, de mi van akkor, hogyha bármelyikben lehet pont egy olyan információ, amit hogyha meghallasz, pont az fog kibillenteni abból, hogy képes legyél valami mást választani a testedben. Tehát ez az érdekes nézőpont nem arról szól, hogy akkor egy falat emelsz ki, és akkor azt kívül tartod magadtól, hanem inkább arról szólna, hogy nem veszed be 100%-osan igazként, viszont nem is kell ellenállod annak, hogy lehet benne valamilyen hasznos információ. Tehát milyen érdekessége van valójában ennek a nézőpontnak, amit eddig nem voltam hajlandó észrevenni. Ezt a kérdést is így lehet még csempészni ebbe az eszközbe. Igen, és ugye az érdekes nézőpont az nem olyan, mint amikor a fiúk azt mondják, hogy a lányról, a lányokról, hogy érdekes arcú lány, ugye? Tehát ez nem egy ilyen szó, a csúnyának, meg a rossznak, meg a nem tudom mi. De volt egy ismerősöm, akinek azt mondta az orvos a kislányának, hogy mi is, azt más. És akkor mondta neki, hogy ez egy érdekes nézőpont, doktor, és mondta, hogy a kislányom tudta, hogy ez azt jelenti, hogy ez egy baromság. De nem egészen erről szól, elvileg a dolog. Hogyha most van egy kis szünet, igazából nekem a mai napi így érdekes... Keresem, hogy kinek hallatszik bele a hangja, de egyébként mondd nyugodtan, Gábor. Andit lehalkítottam, de fönt van a keze, úgyhogy valószínűleg kérdezni is akar valamit. Visszaraktam magam, bocsi. Szóval nekem a mai érdekes tapasztalásom az volt, hogy én ugye már egy ideje nem voltam itt Magyarországon, visszajöttem, és ugye volt az, hogy Angie rohadt sok being you-t csinál, ami egyébként tök jó. És az érzésem, hogy rohadt nagy szükségem van a magyaroknak a being you-ra. Így körülnézek, és úristen, mindenkinek kéne egy ilyen tanfolyam. Elképesztő, hogy mennyire nem tudják megélni magukat. Ez csak egy ilyen intermezzo, csak egy, mit tudom én, szóval ez egy ilyen megfigyelés volt. Hogy ránéztem, hogy passzom, miért nem vagy magad? És ezek mind-mind választások egyébként, és egyébként nem egy ilyen csak Magyarországon van. Nyilván minden országnak megvan a saját maga módja. Például a svédeknél, amit egy nagyon a nézőpontok szerint egy sokkal jobb helyzetben lévő ország, ott ugye nagyon-nagyon rendszeretett minden, és megvan az, hogy kinek mi a dolga, mettől meddig kell csinálni, és van olyan, akinek működik, de ha nem működik, akkor nem biztos, hogy önmagát ki tudja teljesíteni. És mekkora ajándék az, hogy itt van nekünk tényleg Angi, aki tényleg nagyon sok being you tanfolyamot tart, és mekkora változást generál ez mindenki
mindenkinek, akik megjelennek az ő kurzusain, és minden egyes Access kurzuson, akik megjelennek, az mennyi változást hoz azoknak a családjába, a barátai között, a munkahelyeiken, és még az olyan embereknek is, akiket lehet, hogy nem is ismernek, de mégis valahogyan így összekapcsolódtak. Úgyhogy köszönjük szépen tényleg Anginak is. Főleg ne felejtsük el megemlíteni, egy világ első, úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. Köszönöm. És akkor a kedvenc eszközt így be is tenném ide. Hát, ha egyre többen halljuk és használjuk ezt. Körülbelül fél évig használtam ezt a kérdést, nem most az utóbbi három hónapban, akkor valami más, de én nagyon szeretem azt a kérdést feltenni, hogy mi kellene ahhoz, hogy minden nap többet kapjak önmagamból. És aztán hozzátettem azt a kiegészítést, hogy úgy, hogy azt még én se tudjam kontrollálni. Biztos véletlen működött jobban akkor, amikor ezt hozzátettem, és biztos csak én kontrollálom magamon. Próbáljátok ki ezt a kérdést, tehát mi kellene ahhoz, hogy minden egyes nap, de ha az neked túl lassú, akkor használhatod azt, hogy minden egyes pillanatban, vagy minden egyes 10 másodpercben többet kapjál önmagadból, úgy, hogy azt még te se tud megállítani. Mert mi van, ha sosincs vége? Tehát, hogy ez egy folyamatos változás, nincs olyan, hogy megtaláljuk önmagunkat, és pesgőt bontunk, mi van, ha folyamatosan felfedezzük önmagunkat, és közben ihatjuk a pesgőt is, persze. Szóval én erre biztatlak benneteket, hogy használjátok ezt a kérdést, ha kell, akár fél évig is, és nézzétek meg, hogy mi minden bukkan fel, és mi mindent fedezhettek fel önmagatokból. Jó. Amivel én játszottam mostanában, mert néhány hónapja, az ez a mi az, amit nem vagyok hajlandó elveszíteni, ez mostanában a kedvencem, mert hogy szoktunk arról beszélni, hogy valamihez nagyon ragaszkodunk, valamit nem vagyunk hajlandóak elveszíteni, akkor úgymond nem is vagyunk képesek igazán hajlandóak lenni arra, hogy megváltoztassuk azt a területet mondjuk az életünkben. És akkor én is úgy gondoltam, hogy igen, jönnek ezek a kis apró változások, amik nagyon kényelmesek, meg kellemesek, de hogy szeretném, hogy mondjuk az életemnek egyik területe megváltozzon, de a másik az maradjon úgy, mert az tök jó. És akkor hát igen, leesik, amikor leesik, nekem néhány hónapja esett le, hogy ez egy icipicit megállítja a változásokat az életemben, és akkor én azt csináltam, hogy felvettem ilyen lúpokat magamnak, és így konkrétan, ahogy erre így ránéztem, így olyan volt, hogyha megláttam volna az életemben legalább 15-20 területet, ahol állok, és ez azért van, mert ragaszkodom ahhoz, ami ott van, mert hogy az vagy tök jó, vagy egyszerűen csak nem akarok elnézni. És felvettem ilyen kis hanganyagokat, hogy minden, ami nem engedi, hogy elveszítsem, és akkor ezt a szemét, azt elengedem, vagy pot. Minden, ami hát igen, végül is ilyenek voltak. És akkor ezt így napközben ment nekem, meg éjszaka ment nekem, és így hihetetlen dolgok történtek. Vagyis igazából ez a hihetetlen könnyedség az, ami nekem előjött, amire ugyancsak nem számítottam. Azt gondoltam, hogy ez nehéz lesz, de nem volt. Erről, amit most mondtál, hogy a hihetetlen könnyedség jelent meg, arról az jutott eszembe, hogy néhány hete elkezdtem kérni a könnyedséget az életembe. És így, amint elkezdtem kérni, olyan hihetetlenül könnyeden alakultak így a dolgok, hogy csak így pislogtam, hogy wow, tehát amit eddig ilyen, hogy össze kellett így szednem magamat, és hogy és akkor ezt most így megcsinálom, tehát mit tudom én, és most akkor tudom én szállást foglalok, mert hogy ez nehéz, mert hogy akkor úgy utána kell járni, az így kiderült, hogy figyelj, megcsináltam én, itt van a szállás, vagy így van kedved csatlakozni hozzánk, vagy ilyen, tehát ilyen egy mondatban elintéződött az egész, és így oké, akkor így ebből kérek szépen még, és itt van a változás könnyedsége, hogy így, tehát ami nekem így ezt behozta, hogy egyszerűen kértem a könnyedséget, azt mondtam, hogy oké, én most a könnyedséget kérem. És ez így nagyon beindította, tehát hogy nehogy ezzel játszatok, hogy milyen könnyedség jöhet be az életembe a mai nap, és milyen könnyedséget élhetek meg mindennel a mai nap. Úgyhogy ez nekem ez nagyon beindította. Én azt dobom föl mostanában rengetegszer
magamnak kérdésként, hogy bizonyos életterületeken mi az én valóságom, milyen az energiája mondjuk a pénzügyi valóságnak számomra, partnerkapcsolati valóságnak, bármi egyébnek, és hogy mi az, ami az enyém ebből, milyen az energiája, és hogyha, tehát így, amikor egyéni beszélgetésekre jönnek hozzám, és így néznek furcsán, amikor kérdezem, hogy és akkor mi az energiája ennek vagy annak, és nem vagyok én ilyen ezoterikus, mi a franc az, hogy energia, azt szoktam mondani, megöleled X-et, megöleled Y-t, és érzed a különbséget. És hogyha megölelnéd ezt a dolgot, akkor az milyen energia számodra. És hogy ezt követni, és ez nagyon-nagyon összhangban van ezzel a könnyedséggel. Ugyanis egy idő után kiszúrtam, hogy bármi is legyen az energiája számomra valamilyen témának, hogyha nincs benne az a könnyedség, akkor nem én vagyok benne, és akkor ez nem az én valóságom, hanem valaki másé, akkor ott a kihez tartozik, ott bármi egyéb eszköz. Szóval könnyedség, és igen, mi az enyém itt? És akkor azzal egyre inkább megtaláljuk ezt a bizonyos being you-t. Ami lehet, hogy valami olyan, ami baromira nem hasonlít senkiére, senkinek a valóságára. Gary és Dén szokta mostanában ezt földobni, hogy mi van akkor, hogyha tényleg mit tekintesz magadra, mint aki egy ufóval kívülecsőkkent, és nem kell senkire hasonlítani. És az is egy óriási nagy szabadságot ad neked, hogyha látod, hogy könnyed, és nem hasonlít senkire, de az enyém, akkor mit bonyolítsam az életemet? Kérdés. Hogy játszotok a kérdéssel, technikailag ez hogy néz ki? Reggel felkelsz és nyomod mantraként, vagy ha jön, akkor felteszed? Tehát nálam, én ilyen notórius kérdező vagyok egyébként. Nálam mindig van valami, amit meg akarok változtatni, és akkor én mindig ezt csinálom. Ha a postán sorba állok, hogyha budit takarítok, hogyha vezetek, akkor nagyon szeretek, mert hogyha be kell mennem mondjuk Debrecenbe, az nekem, nem tudom, ez így időbe kerül, akkor én állandóan nyomom a kérdéseket. Nem mantraként, hanem úgy, hogy fölteszem, és figyelek, hogy mi az, amit fölhoz, amit nem feltétlenül ilyen logikus, meg ilyen, hogy is mondjam, ilyen olyan dolgokat, amiket te tudok képezni az agyamban. Csak így egyszerűen így figyelem az energiákat. Én nagyon szeretem a tisztításokat nyomatni, gyakorlatilag a nap 24 órájában ezt csinálom, mert van olyan, hogy éjszaka is arra ébredek, hogy ezt csinálom. Nem gondolom azt, hogy ez minden, mert a választás azt tudjuk, hogy az mindent le tud csöpölni, de amikor úgy érzem, hogy akadályoztatva vannak a választásaim, akkor én nagyon szívesen csinálom, nálam így néz ki. A többiek majd elmesélik. Nekem mondjuk ilyen időszakok vannak, hogy mikor, micsoda. Emlékszem, hogy volt egy olyan, amikor először volt a műzletörőm egy Joy of Business tanfolyamon, akkor nagyon megtetszett az a tisztítás, hogy lehet csinálni mondjuk reggel esténként, hogy elpusztítom és nem teremtetté teszem a kapcsolatomat az üzletemmel. Mert gyakorlatilag akárkivel vagy akármivel kapcsolatban vagy, minden egyes nap különböző nézőpontok, különböző definíciók megjelennek ebben a fajta kapcsolatban, és hogyha minden reggel elpusztítod és nem teremtetté teszed a kapcsolatodat az illetővel vagy a dologgal, az üzleteddel, akkor teljesen új lehetőséget tudnak megjelenni, és gyakorlatilag, amikor én ezt körülbelül egy ilyen, szerintem másfél hónapig majdnem minden reggel megcsináltam, és nem azért, mert mondjuk ezt így ott volt, és így görcsösen, csak akkor eszembe jutott, és volt kedvem játszani vele, akkor körülbelül négyszeresére nőttek a bevételeim így a másfél hónap alatt. Úgyhogy ez mondjuk egy olyan eszköz, amit így tudok javasolni, akár így is, hogyha nektek működik. Mostanában egyébként nem feltétlenül szoktam úgy fölébredni reggel, hogy
hogy azonnal valamit kérdezek, hanem inkább így napközben, amikor jön valami, akkor van az néha, hogy megállok, és akkor ránézek, hogy oké, hogy én itt ezt gondolom, ezt hiszem, ez most tényleg így van-e? Van-e ebben valami más lehetőség? Ez most itt tényleg egy probléma? Valamit tényleg én csináltam rosszul? Vagy esetleg van ebben valami ajándék, mire nyithat ki ez lehetőségeket? Úgyhogy azt mondanám, hogy úgy csináljátok szerintem, ahogyan nektek működik, és amikor nektek működik. És amit az elején mondtam, azt most újra idézem magamat, hogy az, ami, hogy vedd észre, ha úgy is kérdezel, hogy nem kérdezel, ha te vagy a kérdés, akkor nem kell kérdezni, amikor te vagy a kérdés. Tehát ez egy igazából tényleg csak egy ilyen mankó, ahogy így egy olyan eszköz, ahogy így megtanulunk újra az a kíváncsiság lenni, ahogy Eszter is mondta, ami talán mindannyiunknak adott volt gyerekkorában. Ahogy Gyuszi is mondta, az előbb hozzá csatlakoznék egy kicsit energiába. Nagyon szeretem mostanság azt a kérdést, hogy így kinyissunk mindig új és újabb lehetőségeket, hogy mi az, amit ma választhatok, vagy akár mi az, amit ma kérdezhetek, amit még eddig soha nem kérdeztem. Na de ha ma megkérdezem, akkor ott valami teljesen más fog létrehozni. Tehát akár a kérdéseket beinvitálhatod magadnak úgy is, akár csak az energiáját, mert lehet, hogy erre nem jut eszedbe majd kérdés, de már maga ez egy kérdés, hogy mi az, amit ma kérdezhetek, amit működne, mi az a kérdés, amit feltehetek, amit eddig soha nem tettem fel, vagy akár amit eddig nem tehettem fel, mondjuk valami miatt, a nézőpontjaid miatt, az elvárásaid miatt, na de ma fel fogod tenni. És ezek egy ilyen egyszerű kérdések, általános kérdések, de én például nagyon szeretek ezzel játszani, hogy így behozza azokat az információkat, és lehet, hogy háromszor, négyszer, ha így ezt elmondom magamnak, picit így tűnődöm, figyelem, hogy mi bukkan fel, és akkor lehet, hogy pont eszembe jut egy nagyon bűvös kérdés, ami nem biztos, hogy nagyon bonyolult kérdés, lehet, hogy pont az fog eszembe jutni, hogy ki ezt tartodik ez. És ez éppen megváltoztatja az egészet. Meg a másik, amit még szeretek, hasonló energiával van, hogy mi az, amit ma választhatok, amit eddig nem választhattam, de most igen. Mi lehetséges számomra és a testem számára, ami eddig nem volt lehetséges, de most igen. Mert ez elkezdi azokat kinyitni, ami tényleg mi van, ha van olyan dolog, ami eddig nehezen mehetett. Nem tudom miért, valamiért eddig nehezen mehetett, de ebben a pillanattól kezdve mehet könnyedebben is, és mi kellene ahhoz, hogy ezekre éberek legyünk. Szóval én ilyenekkel is játszok, hogyha a kérdést nézzük. Le vagy némit, komolyan? Szóval nekem, ami nagyon működik a kérdezésnél, az, hogy az ilyen mantrás az nekem nem nagyon szokott működni, viszont hogyha úgy teszek föl egy kérdést, hogy tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy mit nyithat ez meg, akkor az nekem ilyen bombasztikus erővel szokott hatni. És nem úgy, hogy ezért tűzi játék meg minden, de akkor így olyan gyorsan megérkezik a változás, és olyan könnyedséggel érkezik meg, hogy nagyon sokszor meglepődök szó szerint, hogy wow, ez ennyire gyors, vagy ilyen hú, ez ilyen könnyű, tehát, hogy így föltettem egy órával ezelőtt egy kérdést, és rögtön jön a változás, vagy a következő nap, vagy tehát, hogy így, szóval nekem ez a gyermeki kíváncsiság, a tényleg annak az igazi kérdésnek a tere, amikor nem egy, tehát hogy így utána egy, és most mi tűnhet föl? És nagyon sokszor az is van, hogy így, hogy fölteszem ebből az energiából, és utána nem is teszem föl többet, és jönnek a változások. És nem ez az egyetlen módja, és nem azért mondom, hogy így ne tegyetek föl többször egy-egy kérdést, mert tegyetek föl. De érdemes ránézni azt, hogy tényleg van-e mögötte kíváncsiság, vagy hogy mit változtat az, hogyha mögé teszed ezt a
azt a kíváncsiságot és így rácsodálkozás energiáját, hogy így, hogy fölteszed a kérdést, és így, mi lehet ez? De izgi? Tehát, hogy így. Úgyhogy nekem ez az, ami szokott működni. Én a nagyon rendszeres dolgokban nem vagyok túl jó, viszont amikor így fölteszek egy, bedobok egy ilyen kérdést az univerzumba, akkor hatalmas változások is gyorsan jönnek. Szabad még hozzászólni? Én az elején, ugye akkor elég nehéz helyzetben voltam, japán ilyen hitel és egyebek, és annak ellenére, hogy amúgy én tényleg már előtte is sokszor kérdésként éltem, de arra a témára teljesen rá voltam görcsölve. És akkor segített az, hogy arra kértem mástól kérdést, és azokat akkor rendszeresen, minden nap újra meg újra megnéztem. Tehát pedig előtte is ment ez a nyitottság. De az a téma, az ugye, tehát ugye nagy különbség az, hogy ezek a pozitív megerősítéseket hajtogathatja az ember, de hát az általában hazugság, mert magad is tudod közben, hogy pont nem ott tartasz. Viszont ugye ez a kérdezés el tudja azonnal vinni a fókuszt oda, ahova szeretnél eljutni. És aztán utána volt egy, tehát amikor már ezek mentek, meg megváltoztak ezek a dolgok, akkor én azzal játszottam, hogy milyen, amikor ma is az örömöt választom. És az azért elég hosszú távú hatású volt ez a hozzáállás, mert mikor már rég nem is foglalkoztam ezzel a témával, még akkor is így, tehát csőstül jött minden nap valami olyan öröm, amire sose gondoltam, hogy az például engem érdekelne, vagy örömet szerezne nekem. Tehát azért mondtam el ezt itt az elején, hogy az elején, amikor nem tudtam bizonyos témába a fókuszomat könnyedén átvinni, akkor akár ahhoz is folyamodtam, hogy figyelem a... Csak arra vagyok éber, hogy most akkor kell egy kis kérdést olvasnom, és akkor az akkor átvitte a fókuszomat. Utána, amikor már könnyen megy, akkor ugye könnyedebben megy így, mint ahogy Maja is mondta, hogy semmi jelentősége a dolognak, csak szórakozom egyet, és hogy lehet még annál is jobb. Ugye azok sokkal gyorsabban és könnyebben tudnak sikerülni. Egyébként én ismerek olyat, aki tehát így egész nap folyamatosan tolja a kérdéseket, és lehet, nem is igazán mantraszerűen, csak mondjuk fogmasás közben, hogy lehet még ettől is jobb, vagy milyen, tehát ilyen nagyon egyszerű kérdéseket fel lehet tenni akár egész nap, hogy ki is cetlizheted az egész lakásodat, hogyha ahhoz van kedved, hogy öt sarokba például találkozol egy olyan kérdéssel, hogy kihez tartozik, vagy bármi. Tehát ez is egyébként bulis lehet, és nagyon sokszor Dén is arról beszél, hogyha feljön egy új processz, egy új tisztítás, akkor tehát hetekig futtatja folyamatosan magán, és utána mondja el mondjuk a tanfolyamokon, hogy tudja, hogy mik ezek az energiák, amiket felhoznak ezek. Tehát, ahogy Gyuszi is említette, szerintem is tök jó, hogyha mindenki kitapasztalja magának, hogy mi az, ami neki működik, hogy egész nap, vagy naponta háromszor, vagy mondjuk két hetente, vagy mondjuk soha, hanem eleve a kérdésként ébred és alszik. Igen. Nekem is volt egyébként pont egy olyan időszakon, pont most, ahogy jól számolt, hogy napraponosan 5 éve lehetett az, hogy egy olyan munkahelyem volt, hogy egy órás autóút vezetett oda, meg egy órás autóút vezetett haza onnan mindig, és hát nem volt sokkal jobb dolgom akkor, amikor a lengyelek mellett a lengyel repszámokat hallgatva kellett autókáznom napi 2 órát, mint hogy feltegyek kérdéseket. És folyamatosan tényleg nagyon sok mindent, hogy hát mi kellene ahhoz, hogy több pénzem legyen, mint ami nekem elég, és hogy lehetne még ettől is jobb, és még mi más is lehetséges, és 2 órát töményen gyakorlatilag kérdezéssel töltöttem, és akkor működött. Tehát az se egy ilyen mantrázgatás volt, az az egy, ami nekem annyira nem megy, hogy akkor most eldöntöm, hogy na most ezt el fogom mondani, tényleg minden nap 20-szor leülök, 10 óra, 12 perckor is megcsinálom. Ha valakinek mondja, ez működik, akkor akár ezzel is lehet próbálkozni és játszani egyébként, de hogy legyen benne valami játékosság és kíváncsiság. Tehát mi az, ami téged elindít abban, mi az, ami téged kíváncsivá tesz, és mi az, amit megkérdezhetsz.
hogy milyen lehetőségekre vagy igazán kíváncsi, mert akkor jelenik meg az az energia, és akkor mozgósodik úgy az egész univerzum, hogy át tudjon úgy alakulni minden, hogy megkaphatsz azt, amit kértél, és általában nem úgy fog kinézni, ahogyan azt elvárnád. Itt jött egy kérdés, ami az én hozzászólásomhoz hozzájárulás lenne. Tehát azt mondja, beszélnétek arról, hogy hogyan, mit beszéltek az energiákkal, entitásokkal? Most nem direkt be ezt, csak egy kicsit ehhez kapcsolódva a kérdésekről, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ha fölteszek egy kérdést, akkor arra választ kell, hogy kapjak. Ezt így sokszor, sok fórumon próbáltuk kommunikálni, hogy nem a válaszokért zajlik ez, hanem azért, hogy éberséget hozzon, és hogy ez mit jelent az, hogy egy energiára egy éberség? Tegnap vagy tegnap előtt, csuda tudja. Szóval itt a napokban történt velem valami, ami egy hatalmas ünnep számomra. Végre jött egy olyan kliens, aki nem úgy ült le elém, hogy el vagyok cseszve, szerelj meg, hanem úgy ült elém, hogy van egy olyan éberségem, ha leülünk együtt itt beszélgetni, akkor tudunk valami nagyobb jövőt teremteni, akár mindkettőnknek. És kiderült, hogy mostanában foglalkoztatott egy téma, és hogy őnála van egyfajta nem megoldás, de egy lehetőség azzal a témával kapcsolatban. Tehát kereste, hogy milyen képességei vannak, és mit csináljon, és nem tudta, hogy mihez kezdjen, még így az életével, és elkezdtünk így kérdezgetni együtt. És egy nagyon cuki, agilis hölgy, tüzes energiával, szuper, és amikor föltettük a kérdést, hogy oké, mi lehet, mivel foglalkozhat, mit tud ő hozzájárulni a világnak, amiből pénze is lesz, nagyobbat teremt, akkor nem gondolatok jöttek, nem valami konkrétum jött, hanem megjelent egy ilyen nagyon teres, nyugis, csöndes, befogadó energia. Ami őszintén szólva megvolt a fix nézőpontom előtte, a kérdés előtt, hogy hát egy ilyen pörgős hölgynek valami pörgős dolog kell, hogy jöjjön. És ahogy ráérzékeltem erre az energiára, meg ő is, abban a pillanatban elkezdett körvonalazódni valamilyen lehetőség, ami még formálódik, de egyszerűen az energiát követve döbbentünk rá arra, hogy igen, van képessége arra, hogy meghallgasson embereket, hogy teret nyújtson nekik, egyebek, és mindegy, nem is az a lényeg, hogy hova jutottunk belőle, csak az, hogy egy energiát figyeltünk meg, és ezt nekünk nem muszáj definiálni megragadhatóvá, kimondhatóvá tenni. Elegendő volt az, hogy aha, ez a hangulat, ez az energia, ez a tér. És hogyha valahol meg tudjuk tanulni azt, hogy ezt kövessük sokszor, és nem a definiált megmondom, hogy ezt csináld, és ez lesz belőle, akkor az valami óriási hozzájárulás lehet, és olyan új dolgokat tud előhozni, ami előtte még nem volt. És így, igen, és ennek a csapcsán még ki is mondom, hogy és igen, kérek még több olyan klienst, aki végre nem csak azzal jön, hogy segítség, oldjuk meg azt, hogy el vagyok cseszve, hanem azzal, hogy oké, mit tudunk teremteni? Mi az a nagyszerűbb dolog, amit tudunk teremteni? Mert hogyha már így kérdezünk, akkor az igazán jó kérdések, amik teremtőre jövök, azok ebbe az irányba mennek, nem az elcseszettségünk megszerelése irányába.
Igen, és általában én is azt látom, hogyha valaki eljön mondjuk egy konzultációra, akkor ez a legmeglepőbb kérdés, amit fel lehet neki tenni. Hogyha az egészet, amivel ide jöttél, félretennéd, akkor mi az, amit szeretnél létrehozni az életedbe? És én meg ezt az egyet szeretem a legjobban feltenni. Szegények. Van még kérdés. Az Access óta milyen képességeiteket ismertétek el, amit előtte nem láttatok, vagy elképzelni sem tudtátok? Erre nekem mondjuk egy hosszabb válaszom lenne, inkább az, hogy van egy gyakorlat, ami nekem így most itt felbukkant, amit szerintem meg tudnánk akár csinálni, hogyha van hozzá kedvetek, mert hogy ez gyakorlatilag trenírozhatja úgymond az egyik képességedet, ami szerintem mindannyiótoknak megvan, méghozzá az, hogy hogyan érzékeled azt, hogy mi az, ami könnyű neked, és honnan tudd azt egyáltalán, hogy mi az az élet, amit igazán szeretnél magadnak teremteni. Megpróbálom ezt így röviden tartani. Ha úgy kényelmesebb, akkor ha gondoljátok, csukjátok be a szemeteket, hogyha szeretnétek, akkor tartsátok nyitva. És nézzétek meg, hogy milyen életet szeretnétek igazán magatoknak. Hogy mennyi pénzetek lenne, milyen munkátok lenne, hogy nézne ki a mindennapotok, milyen emberek vennének körül, és hogyha meg lenne ez az életed most, itt és most, akkor annak milyen energiája lenne. És ha ez megvan, akkor vedd azt, hogy már 2 éve minden nap ezt az életet éled. Nem azt jelenti, hogy tökéletes minden, és mindig minden vágyad pontosan, teljesen, tökéletesen úgy teljesül, ahogy azt kigondoltad, hanem mondjuk azt, hogyha jönnek akár nehézségek, akkor nem akadsz fenn rajta, nem görcsölsz rá a változásra, hanem könnyedén tovább tudsz lépni, és 2 éve minden nap ez volt. Milyen az energiája az életednek? És most ezt az életet éled már 7 éve, minden egyes nap. Megvan az a pénzösszeg, amiből igazán tudod azt az életszínvonalat élni, amit szeretnél. Olyan dolgokat csinálsz a mindennapjaidban, ami neked élvezetes és könnyed és örömteli. Ha mégsem úgy jön össze, akkor felteszel pár kérdést, választasz mást, túl tudsz rajta lépni, és 7 éve minden nap ezt az életet élted. Változott-e bármilyen energiában, érzékelitek-e azt, hogy más érzés van a testetekben, vagy ugye az egész teremben, az egész szobában, ahogy vagytok? Mert nekem itt mondjuk most így teljesen más érzetem lett már ettől, hogy így ezt így megnéztem, itt írja is valaki, hogy igen, változott. És mi lenne akkor, hogyha kérnéd azt, hogy akkor most kérem azt, hogy én ez az energia legyek egész nap. És ha mondjuk ezt minden reggel megcsinálod, amikor eszedbe jut, és így indulnál neki a napjaidban, akkor mennyire tudnád igazán követni azt, ami valójában igaz számodra. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan gyakorlat, amivel ezt a fajta éberséget lehet fejleszteni, hogy észrevedd azt, hogy milyen az energiája annak az életnek, amire te valójában vágysz, és hogyha valaki felhív egy szuper jó lehetőséggel, ami neki megváltoztatta az életét, de te érzékeled, hogy basszus, ez nem olyan energia, mint amit én már észrevettem, hogy szeretnék magamnak, akkor tudni fogod, hogy az nem a tiéd. Tehát gyakorlatilag válaszolva így hosszabban a kérdésedre, nekem ez a képesség az, ami így az Access óta nagyon megváltozott, hogy egyre jobban észreveszem azt, hogy mi az, ami passzol hozzám, mi az, ami ahhoz az élet felé vezet, és abban az életben tart benne, amit én szeretek igazán élni. Úgyhogy egy kicsit hosszasan, de ezt szeretném erre mondani. Én rájöttem, hogy nem bolond vagyok, hanem gondolatolvasó. Röviden. Én mondjuk csatlakoznék Verához, de hogy ez én még egy folyamatban vagyok mindig. És néha még magam sem, tehát így magam is nehezen hiszem el, hogy így mennyire érzékelem másokat, és így egy ilyen kurflival visszakanyarodnék
a vadi új eszközünkhöz, amit két hete fedeztünk föl ahhoz, hogy kihez tartozik ez. Tehát, hogy... Két hete újra felfedeztük. Igen, igen. És a Being You facilitátori tanfolyamon Dén ugye megváltoztatta, ez a ki a faszhoz tartozik ezre, de szerintem ezt így útközben néha mi is így megváltoztattuk erre, tehát, hogy így... Igen. Úgyhogy ez abszolút. És a másik, így visszadobnám a kérdést, mert izgalmas, hogy mi az, amit mi felfedeztünk, de én arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit te felfedezhetsz valójában, és mindannyian, akik itt halljátok ezt most, vagy akár később hallgatjátok, hogy milyen képességeitek vannak, amiket még sosem ismertetek el, és mi kéne ahhoz, hogy minden nap egy kicsivel többet elismerjetek belőle. És ebben a kérdésben lenni, hogy milyen képességeim vannak, amire még nem is gondoltam, hogy lehetnek. Én ezzel a kérdéssel mennék, mert ez újra és újra nyit, és nincs megállás. Tehát nincs az, hogy nekem képességem van a testekhez, az entitásokhoz és az autókhoz, és ennyi. Tehát ilyen nincsen. hanem ez egy ilyen egy folyamatos többe és többe és többe tágulás. És tehát, hogy így lehet, hogy elismersz egy képességedet, és akkor nincs az, hogy jó, oké, a képességek ki van a pipába a listából, akkor most nézzünk valami mást. Nem ez van. Tehát, hogy így, és mi van akkor, hogyha nem csak elismerjük a képességeket, hanem, tehát nem olyan, hogy így meg kell találni a listát, amin vannak a képességeink, hanem mi van akkor, hogyha még akár teremthetjük is őket. Ó, ez szörnyű sok lenne. Igen, és mennyi képességet tudsz egyébként elismerni, amit lehet, hogy nem tudsz megnevezni? Na, ez meg a másik, ami nem, igen, nem szóbeli, és így fogalmad sincsen, hanem csak így valami van, és így ennyi. És legtöbbször eldugjuk a jó kis rosszaságunk mögé, a szerencsétlenségünk mögé, meg az problémáink mögé, tehát érdemes ott is szétnézni, hogy... Főleg oda. Főleg oda, csak oda nézzetek. Összes ilyen. Ebben nem vagyok elég jó. Érdemes megnézni, hogy van-e abban lehetőséged és képességed. Még lehet találsz valamit. És csak még egy mondat így Majához, hogy igen, az elismerés, tehát így az első, amikor olvastam ezt a kérdést, hogy mit ismertél el, milyen képességet az Access-be, talán az első az jött fel, hogy hát az elismerést. Tehát, hogy elkezdtem elismerni magam. Mert ez is egy képesség nyilván, amit nem nagyon használunk, és ez így egyre erősebben így jön, akár ezzel a Being You-val, vagy bármivel, hogy ez egy hatalmas képesség, ha elkezdjük önmagunkat és másokat elismerni. És bomba jó eszköz, tehát hogy ez az elismerés, ez nagyon-nagyon nyitogatja a valóságunkat, és annyira, hogy most így beszélek, és így bele is libabőrözök, hogy és nagyon sokszor az van, hogy az elismerést azt másoktól várjuk. Tehát, hogy ugye iskolában mi az elismerés, amikor az ember kap jutalomkönyvet év végén, ugye? És elismerik, hogy jaj, de jó tanuló voltál, nem tudom, matekból, vagy irodalomból, vagy megnyerted a szavalóversenyt, vagy mit tudom én mi. És akkor azt gondoljuk, ez az elismerés. Mi van akkor, hogyha az elismerés az a magunknál kezdődik, és a másik pedig az, hogy nagyon nehéz az elismerést befogadni, hogyha előtte nem ismerted el magadat azon a területen. Mert akkor csak így jó, persze, csak kedves akar lenni, vagy akar valamit tőlem, aztán mond ilyen dolgokat. Tehát, hogy nagyon könnyű félre söpörni. És igen. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha elkezditek magatoknál ezeket a dolgokat. Még egy kicsit így a képességekhez visszatérve, hogy így, tehát hogy nem csak a megfogható dolgok, de mi a helyzet a képességünkkel a választásra? Hogy, tehát, hogy mi van, hogyha mindannyiunknak megvan az a képesség, van egy olyan képessége, hogy olyan dolgokat vagyunk képesek választani, amiket mondjuk senki más.
És mivel, hogyha játszhatnánk is ezekkel, mondjuk milyen választásom van ma, ami senki másnak nincs. És aztán 10 másodperc múlva újra feltehetjük a kérdést, és hogy most milyen választásom van, ami senki másnak nincs. Szépen. Vagy milyen képességem, vagy választásom van arra, ami azonnal megváltoztatja ezt a helyzetet. Ezek szörnyű kérdések, Linda. Fúj, fúj! Bocsi! És még egy kicsit tehát ez elismerésnek a technikája, mert volt olyan, aki... Némák vagytok. Te magadat. Most visszaállítottak, jó? Jó. Az elismerés technikáját hallottuk utoljára. Igen, tehát szóval, hogy az elismerés technikájára kérdezett rá valaki a Facebook csoportba, hogy ez hogy megy, mert ugye vannak ezek a pozitív megerősítésekkel dolgozó rendszerek, ahol azt mondják, hogy hű, de fasza vagyok, hű, de klassz vagyok, hű, de jó vagyok, állj. És közben... Általában az szokott lenni, hogy amikor így mondogatja ezeket az ember, akkor azért mondogatja, mert nem hiszi. És hogy működhet igazándiból az elismerés? Az, hogy nekem nagyon gyakran az segített, hogy valaki föltett egy kérdést, hogy te akkor van neked ilyen képességed? És akkor ez egy könnyű volt. És utána ennek a könnyedségét ismertem el. Tehát kvázi technikailag így néz ki. Nem mondogatom, meg nem... Aztán eljutottam oda, hogy néha már magamtól is megmerem kérdezni, és így rádöbbenni dolgokra. És akkor néha nagyon vad dolgokra bukkan az ember. Ugye mindannyian tartunk alapozó tanfolyamot, és... előző füzetnek az elején, a mostani nem, még nem tudom, a hétfőn kiderül, szóval az előző füzetnek az elején úgy kezdődik, hogy ajándék vagy-e a világnak, van valami ilyen kérdés, és nem pont így hangzik, de azt hiszem, hogy te elismered-e, hogy egy ajándék vagy a világnak, és így ez az a rész, ahol én így a legtöbb alapozón így megálltam, és addig forszíroztam, amíg tényleg hajlandóak voltak ránézni, hogy ez teres. Igen. Tehát mi van, hogyha az az egyik legnagyobb képességed, hogy ajándék vagy a világnak. És nem úgy, hogy én most egy ajándék vagyok, újra ugye kicsomagolsz, ahogy a dal mondja, hanem hogy kiugrasz a tortát. Szóval, hogy hanem amikor ennek a terét elismered, és abba hagyod azt, hogy elbújsz, abba hagyod azt, hogy erőfeszítesz, hanem így, oké, akkor így, ahogy vagyok. A hülyeségemmel, az okosságommal, a mindenfélével, mi van, hogyha én így unblock hozzájárulás vagyok? Most tett föl valaki egy ilyen idézetet Hanvas Bélától több csoportba, hogy igenis gondoskodnod kell mindenkiről, és csak akkor lehetsz valaki, hogyha megosztod a pénzedet, ezt meg azt meg amazt, és így ránéztem, hogy de nem, hát tudom én, hogy eredetileg Hanvas Béla valószínűleg nem ezt gondolta, hogy mi most értelmezzük, mert ettől azért egy kifinomultabb fazon lehet. Én azt látom mögötte, hogy észreveszed-e, hogy úgy, ahogy vagy, a mindenféle erőszakolt tennivalókon kívül, azokon túl, hiszen azzal, hogy létezel, azzal, hogy mosolyogsz, azzal, hogy néha azzal, hogy kiabálsz, tök mindegy, mivel azzal, aki vagy, állandóan hozzájárulás vagy, és ez az egyik legnagyobb dolog. Itt vagyunk ennyiféle facilitátor. Megmondom őszintén, ugye én voltam az első, volt egy ilyen agylövés és hülyeségem, hogy így aggódtam, hogy na de a többiek mit fognak most csinálni, jól fogják csinálni? Persze, szerénység, mert én annyira kurva jól csinálom, és
közben ugye leesik az embernek, hogy miről szól ez az egész, és pont arról szól, hogy mi vagyunk 30-an, és mindegyikünk másképp hozzájárulás. És mindenki megtalálja azokat az embereket, akik számára hozzájárulnak, azt a facilitátort, és hogy mindenki úgy ajándék ebbe az egész dologba, ahogy ő van. Néha a hülyeségünkkel, néha a zsenialitásunkkal, és hogy nincs egy helyes, jó access módja, ahogy lehet ezt az egészet csinálni, hanem az van, hogy te ki vagy, és ezzel hogy vagy hozzájárulás másoknak. Ennél klasszabb képesség, mint hogy te önmagad vagy, nem nagyon van. Szerintem. Igen, és szerintem most ez így hozzá kapcsolódnik, András, hogy a változás az nem arról szól, hogy a tökéletesedés, amikor majd egyszer eléred azt a tökéleteset. Mert hogyha így csinálnánk, akkor ez egy állandó ítélkezésből működne. Hanem pontosan ezért mindenki a maga tökéletlenségével, és nem csak a facilitátorok, hanem nyilván mindenki, aki itt van, meg az is, aki nincs itt. Tehát mindenki a maga nem tökéletes, tökéletes módján úgy hozzájárulás tényleg, ahogy van, és ennek az elismerése, ez egy olyan képesség, amit érdemes nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fejleszteni. És nem tudom, szerintem már bőven túl vagyunk az időnkön, de mivel itt a változásról szól ez a Zoom, nekem még a változásnak az elismerése, ami megint csak Andráshoz kapcsolódva nem pont a szemmel látható, kitapintható, hanem hogy azt is meg lehet nézni, hogy egy energiában, hogy van jelen. Nekem épp egy alapozómon volt egy ilyen nagyon-nagyon nagy élményem, hogy tartottam egy olyan alapozót, ahol csak barátok voltak, meg családtagok. És mivel itthon volt nálunk, mindent megcsináltunk ugyanúgy, ahogy egy alapozón rendesen, minden testkezelést, mindent végigcsináltunk, de mivel itt volt nálunk, és olyan családias volt, igazából nem számítottam úgy, mint egy tanfolyamot, hanem egy ilyen jó kis 4 nap, úgy itt el voltunk, így jó kis baráti közegben. És amikor mindenki elment, akkor egyszer csak így éreztem, hogy valami nagyon furcsa az én világomban, valami nagyon olyan nyomott, olyan szűkös, olyan kicsavarodott, olyan nem tudom mi, és egyszer csak megálltam, hogy mi a csoda ez. És ránéztem arra, hogy oké, van-e itt valami változás, amit én nem ismertem el? És rájöttem, hogy volt egy olyan definíció, hogy alapozó tanfolyam az, ahol mindenki, ami nem ilyen családias, hanem mit egy minimum ki van bérelve egy hely, vagy mit tudom én, vannak ezek a, volt ez a definícióm a tanfolyamról, és mivel ez nem olyan volt, én nem ismertem el azt a változást, amit 4 nap alatt létrehoztunk, és nem tudtam megfogalmazni, de abban a pillanatban olyan könnyű lett, olyan tágas lett az egész világom, olyan könnyű lett a testem, minden úgy megváltozott az egész energiája a helyzetnek, mert hogy ha van valamilyen változás, és azt nem ismered el, akkor azt vissza kell csinálni, hogy igazodjon a valóságod a nézőpontodhoz, és ez egy rohadt fárasztó dolog amúgy. Szóval mi az a változás, amit már létrehoztál, amit mondjuk a mai napon létrehoztál, amit azzal létrehozol, hogy te vagy, amit azzal létrehozol, hogy odaülsz valaki mellé a buszon. Mi van, ha odaülsz valaki mellé a buszon, és ott vannak az emberek, megváltozik ettől az élete? Tehát ami nekem az access, az az, hogy ezeket a dolgokat kezdtem el elismerni, és ezekre kezdtem el másképpen ránézni, és ez az, ami miatt szerintem ezek azok a robbanásszerű változások, amik ilyenkor meg tudnak történni, hogy nem bontom le azt már, amit minden áldott nap, amit felépítek, hanem megtanultam én is elismerni ezeket a változásokat, amiket lehet, hogy még nem lehet kézzel fogni, de attól még azok vannak. Wow, köszi Vera! Azt hiszem, ez egy ilyen csodálatos bezárása lehetne ennek a kicsit több mint egy órás Zoomnak, amit itt összehoztunk, és hogyha mindenki így bólogat, akkor így ünnepélyesen azt mondanám mindenkinek, hogy köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy köszönjünk, hogy velünk voltatok. 91-en vagyunk. Jéj! Hogy lehet még egyszer? Hullámozzunk! Ezen a spontán Zoomon. Főleg, hogy mindenkinek máshol van a képe. Ja.
És akkor milyen változást hoztunk létre, amit, hogyha elismernénk, akkor még nagyobbá válhatna. Arra meg ne nézzen rá senki, hogy még a jövőbeli megtekintésekkel még mennyi változás jön itt létre. Ne. Ne használjátok ki egymás energiáit, ami hozzájárulhat mindenkinek a saját személyes változásához. Szörnyű, ilyet ne válasz. Szóval köszi szépen, hogy itt voltatok, és velünk voltatok, és köszi a kérdéseket. És... Változzatok! Micsoda? Változzatok! Mindannyian tartunk különböző kurzusokat, telekurzusokat, úgyhogy ha érdekel még bármelyik téma bővebben, akkor keressetek bármelyik önket bátran. Köszönjük! Köszi! Sziasztok! Sziasztok! Szép estét!